Székelyföldet az Ezerpatak vidékének is nevezhetnénk, ahol a gyors folyású vizet szépapáink tisztelték, szerették, erejét felhasználták. A falupatakok malmokat hajtottak, a malmok gabonát őröltek, megmunkálták a fát, bányoltak miesnapi és innepnapi gúnyának való posztót. A székely harisnya születéséhez posztó szükségeltetik. A posztót pedig ványolni kell, hogy finomabb, hogy tartósabb legyen, ha majd a testhez sémul. 50 évvel ezelőtt a Homorod mentén 14 ványoló állt. A 80-as években már egynek sem lehetett hallani jellegzetes, ütemes muzsikáját. Hát ez a ványoló, van olyan dokumentumom, amely bizonyítja, hogy egyértelműen, hogy 1907-ben már működött ez a ványoló. Nem tudom azelőtt mennyivel lehetett az édesapai ágon nagyapám, Sie István tulajdona volt. És ő 1907-ben már dolgozott vele. Ez a ványoló külsőleg úgy néz ki, majdnem mint egy egyszerű falusi régi vízimalom, ahol lisztet is őrültek. Nem lehet kívülről megkülönböztetni. Viszont ha belülről, amint a képen is látszik, belülről nézzük meg, akkor ott lássuk, hogy más, egész más szerkezet van, mint a malomban. Kívülről látszik a vízkerék, amelyre a lajon folyik a víz. Ezt a lajonnal vízmennyiség folyását ahhoz mérten szabályozzuk, ahány pár botot, úgynevezett botot, ami a vállukban veri a posztót, illetve az anyagot, hogy posztó legyen belőle, amennyi erő szükséges az, hogy ha két vállukban, vagy három vállukban, vagy mind a négyben működtetem a botokat, ahhoz mérten neresztek vizet a lajon a gerékre. Na most már, lajt már mondtam, azon kapja az erőforrást. Természetes erőforrás, nem kerül energiába, csupán a folyó árkot és a lajt kell rendbe tartani, időnként javítani vagy újra építeni. A vízkerék áll a tengelyre helyezett keresztbe úgynevezett kerékkeresztekből, amely tartja a perecet. Két felül a két peremet hívjuk perecnek. A perec között helyezkedik el a sétárok, a sétárok alatt körbe a keréken belül a bélésdeszkák, így nevezzük ezeket az alkatrészeit a keréknek. Na, a kerék úgy van rögzítve a tengelyre, hogy az ne tudjon megmozdulni. Habár baleset történhet, így megmozdulhat és le is csúszhat így. A tengelyen, az épületen belül, az épület falán belül helyezkednek el a lapockák. Ezek a lapockák arra szolgálnak, hogy emelik fel a botokat. A botokban vannak a botkarok, amelynek a hátsó vége kiáll, a lapocka hosszával egyenlő, és az előső vége pedig arra szolgál, hogy ezzel kezeljük, ezzel emeljük fel és engedjük le a botokat. Fölszegezzük, amikor a válluban lévő posztót meg kell forgatni, vagy kivenni, vagy beletenni. Van egy lyuk a borda fölött, mert a botok előtt egy borda van. A borda fölött lyuk, és ebbe a lyukba tesszük a szeges, így nevezzük, hogy fölszegezzük a botokat, és akkor a posztót újra rakjuk a botkarra. Ezért erre szolgál a botkor, a hátsó része és az első része. A válló nagysága nem annyira fontos, mint a kiképzése. Úgy kell a válló kiképzése történjen, hogy a munkafolyamat alatt a posztó forgását elősegítse. Ha a vállónak a felső pereme
kifele hajlik, akkor a forgás következtében a posztó kihull a válogból. Azért kell ilyen hajlítás legyen befele, hogy a posztót mikor forog, az visszatereli a posztót a bot alá, és így egy állandó körforgásba megy. Ha valamilyen okból ez a körforgás megáll, és a bot ugyanarra a helyre esik vissza mindig, megtörténhetik, hogy elvágja a posztót, és ez pedig nagy baj, illetve kár. A hangyalónak azok a részei, amelyek a posztóval érintkeznek, bükkfából készülnek. Amelyek nem érintkeznek a posztóval, azok cserefából. Így a vájú, a botok, a hátbéllés, ezek mind bükkfából készülnek. A közgerendák, azok már nem jönnek érintkezésbe a posztóval, az cserefából, a hátgerenda, a hátgerendatartó oszlopok és a gerendák szintén cserefából készülnek. Azért nem lehet a többi részét is cserefából készíteni, mert van egy úgynevezett cseranyag a cserefába, és különösen a fehér posztókra ez ártalmas lenne, megszínesíteni, nem lenne fehér a poszt, amit ványulnánk vele. A lajon van egy nyílás, amelyről becsorog egy váluba. A vállun keresztül, egy csapon keresztül folyik az üstbe. Az üst alatt ég a tűz, és az üstön van szintén egy csorgó. A csorgón keresztül folyik a váluba, a vállu szélén van egy elosztó csatorna. Ezen az elosztó csatornán a vállú beállítása után úgy van a csatorna kiképezve, hogy minden vállúba egyformán folyjon a víz. Mikor valamelyik vállú nem működik, akkor azt a részt eldugjuk. Oda ne folyjon víz fölöslegesen. Most már a felső csorgón, ahol folyik az üstbe a víz, azon szabályozzuk úgy a vizet, hogy amennyi szükséges a megfelelő folyamathoz annyi víz folyjon az üstbe, és következésképpen ugyanannyi víz folyik az üstből a vállukba. Hát legelőször is tüzet gyújtunk. Az üstben lévő víz meg kell melegedjék. Minimálisan 40 fokra. 40 és 60 fok között nem lehet állandóan tökéletesebben szabályozni, nincsen modern felszerelve, mint termosztáttal, de azért kézzel meg lehet állapítani minden pillanatban, hogy túl meleg vagy túl hideg a víz, és azt szerint a tüzet, azt szerint szabályozunk. A víz melegítése fával történik, miután a víz fölmelegedett a megfelelő hőfokra, akkor beengedjük az üstbe a vizet, hogy folyjon tovább a váluba. Mikor a váluba megtelik annyira, hogy elegendő egy vállú mennyiségű posztónak, akkor megengedjük a kerékre a vizet, belerétegeljük a váluba a posztót, és a botokat ráengedjük, és a ványuló kezd működni. A posztó ványolása függ attól, hogy milyen minőségűre kéri a gazda, a posztónak a gazdája a ványolást. Van aki kéri felesre, van aki háromnegyedesre, és van aki egészes ványolást kér. Az egészes ványolást például azok kérik, akik téli időszakban használják a ruházatot, ami készül belőle, erdőre járni és erdei munkát végezni. Vastagabb is többet tart, és a meleget is jobban tartja. Viszont sokan készítenek ünneplő ruhát belőle. Ezek már háromnegyedesre, vagy női ruhának még felesre is, finomabbra megszőve, fonva, felesre is kérik a ványolást. Hát arra kell vigyázzok, hogy ne nagyon gyűrődjék össze, mert az káros a posztóra, a posztót alkotó gyapjúra, ha nagyon összegyűrődik. Újra szedjük a posztót. Úgy mondtuk az előtt, hogy meg kell hánni. Hát egy kicsit vulgáris kifejezés. Újra szedjük a posztót a botkarokra, kisímogassuk, és visszateszik a válluba, és akkor jobban ványolódik. És vigyázni kell a tűzre, hogy az az idő alatt a megfelelő hőmérsékleti víz legyen. Ugyanakkor minden
minden kezelésnél érzékelem, minden újraszedésnél érzékelem kézzel, tapintással, hogy mennyire változott a minősége annak a anyagnak, és mikor ugyancsak kézzel érzékelem azt, hogy és szemre is látszik, hogy kész van már, vagy még kell ványolni, vagy már ki kell venni. Mikor ki kell venni, akkor újra szedem, visszateszem a vállukba, forró vizet töltök rá, és ebből a forró vízből, ugyancsak forró vizet csorgatva rá a kezdésnél, abból jó szorosan tekerem ki, fölcsavarom. Ez a legnehezebb része a munkának, mert jó fizikai erőt követel, mivel nagyon szorosan kell fölcsavarni, hogy kisimuljon az az anyag, mikor megszárad, kiterítődik, ne látszódjon gyűrődés rajta, olyan kell legyen, mintha kijön a vasal. Vötre állítom, hogy lefolyjon a víz, és ugyanakkor úgy hűljön meg a forró, úgymondva jó meleg vízbe, hűljön meg a posztóba, a lecsorgás közben, és akkor, ha kihűl, ugyanakkor a posztó ki is, a gyűrődések ki egyenesednek benne. Mikor lefolyt annyira egy 12 óra, 14 óra múlva, akkor terítem ki. Vannak itt ilyen rúdak, azokra terítsük ki. Először a rúdakra terítsük ki mind a posztót. Előfordul, hogy olyan anyagból van a posztó, hogy fintoros lesz. Vagyis tekeres. A közepen mondjuk jobban összemegy, és az két széle lazábban marad, vagy fordítva. Vagy egyik felé jobban összemegy, mert az anyag olyan, amiből szőtték, és akkor fintoros, tekeres lesz. Akkor, mikor félig szárad meg, még olyan nyírkason marad, leveszik a rúdakról, és erre a húzatóra, úgynevezett húzatóra kihúzzuk, és jól kifeszítjük. Rögzítjük mind a két végét, és addig hagyjuk ott, amíg megszárad. Mikor megszárad, akkor már látszik, mert a húzatónak van ilyen hajlása, és a posztót, mikor meghúzzuk, az igyenesen marad, nem érinti mindenütt a húzatót. Mikor megszárad, akkor látszik, hogy megereszkedik mindenütt, tehát a posztó megegyenesedik, és ráereszkedik a húzatóra. Ezt a mostani szerkezetet, ami működik, ezt a tengely és a vízkerék kivételével a többi részét teljes egészében én, a két fiam segítségével persze én készítettem el. 58-59-ben akkor tanultam meg a ványolást. Éjszaka, amikor édesapám munkába volt, akkor én kellett éjszaka mellett álljak. És mikor nappal volt munkába, akkor szintén nappal rendeztem ezt a ványolót. És akkor annyira megrögződött bennem, ez az idő alatt még ványoló javítás is előfordult, ott láttam, akkor láttam, hogy mit kell csinálni, hogy kell csinálni, és mi milyen kell legyen. A régi sablonok a ványoló megjavításához, amik szükségesek, még mind megvannak, a szerszámok is nagyjából kevés kivétel, mind megvannak. Hát én is úgy szeretném, hogy bár szükség volna, hogy még legalább 2-3 ványoló még épüljön fel, hogy legyen igény rá. Majd a jövő elhozza, hogy hova alakulunk, lesz-e szükség rá, vagy erre se lesz szükség. Ványolásnak van múltja, jelene szűkösen, jövője kérdéses. Miért nem kelendő a posztó a székelyföldön? Az idő malmát az évek múlása hajtja. Az öregek nem tudnak leszokni a régiről, a fiatalok nem tudnak beleszokni a régibe.